Ön adta Orbán Viktort és Lévai Janikót össze, illetve az első két gyermeküket is, Ráhelt és Gáspárt is önkeresztelte meg. Azt korábban már elmondta, hogy sosem voltak Orbán Viktorra puszipajtások. Korábban milyen volt az önök kapcsolata? Orbán Viktor kifejezetten talpra esett, nagyon, nagyon jó szónok, nagyon jó debattőr és nagyon bátor kiállású fiatal ember volt, és ígéretesnek láttam az ő kiállását, akkor is, hogyha egy kicsit zavaró volt, hogy túl soknak bizonyult, ő túlságosan is gátlások nélkül próbált élre törni, de ez betudható volt tapasztalatlan fiatal korának, ugye én akkor egy jó tízessel öregebb vagyok, és akkor már túl voltam sok mindenen a 70-es években, lelkészként is üldözött kis egyházacskámban, hátam mögött felfüggesztett börtönbüntetéssel, kilakoltatásokkal, tehát volt tapasztalatom, és azt gondoltam, hogy itt van a hamvas ifjúság, és majd ők sikerre viszik az ügyeket. Rokonszenves társaság volt nekem, és egy ilyen kölcsönös, barátságos tisztelet volt egymás iránt. Nem jártunk össze, én amúgy sem vagyok egy összejárogatós típus, meg ebben a kis egyházamban kevés lelkésszel rengeteg különféle dolog volt, amin dolgoztam. Mi a baj önnel? Mi a baj a Orbán Viktornak önnel? Hát, hogy hozzá hasonlóan szuverén ember vagyok, csak másfajta. Tehát, hogy nem mindennel szemben, ami nekem esetleg nem tetszik, vagyok egy lázadó alkat. Hát öreg ember vagyok, már 72 éves, de azt nem szeretem, hogyha olyasmiben próbálnak diktálni, ami ellenkezik az alapvető emberi jogokkal. Mondjon nekem példákat erre. Hát itt van a menekült kérdés. Szóval, hogy én beálljak abba a sorba, hogy a menekültek veszélyt jelentenek, vagy most az Ukrajna-Oroszország háborúban, hogy ne tegyem nyilvánvalóvá, hogy ki az agresszor, és ki a megtámadott áldozat, hogy elhiggyem azokat a hazugságokat, mert durva, ordinári hazugságok, amiket Ukrajnáról terjesztenek. Nem tudok beállni ebbe a sorba, nem tudok beállni abba. Szóltak, hogy be kellene állnia? Igen, hogy vissza kéne venni ebből, nem is lelkész vagyok, hanem egy politikai tényező. És mondta, hogy minden ember az, de hát van, aki gyáván kussol, és van, aki pedig megszólal. Na most, ha szó nélkül hagyjuk azt, ami most történik, nem lesz Magyarország. Lehet, hogy jön háború, sajnos van az ember csontjaiban ilyen érzés, és persze, hogy egy ilyen ütköző állam, mint Magyarország nem nagyon tud ebből kimaradni, de hogy megint rossz oldalon, és nekem ez fáj, és egyszerűen nem is értem, hogy amúgy értelmes emberek, mert nem buta emberekről van szó. Ezek üzengetések. Egyrészt én magam soha nem jelentkeztem, hogy mondani valom volna Ukrajna ügyében, vagy mondani valom volna, én nem kétszer voltam képviselő, a második az egy tévedés volt már, rendszerváltás utáni első parlamentben, az egy más ügy volt. Én nem vagyok egy hatházi Ákos, aki nagyszerű figura, és nagyon jól csinálja azt, amit csinál, és nem járom a világot árgus szemmel lesve, hogy hol követnek el valami igazságot. Én a szegény emberek közt járok, és látom, hogy mindennapi gondjaik vannak, hogy sokan éheznek, nyomorúságban vannak, és hogy az országnak egy jelentős százalékában gond, hogy cipőt vegyenek, vagy befizessék a villanyszámlát. Szóval én ha így valaki az orrom alá tolta a mikrofont, vagy fölhívott, hogy mi a véleményem erről, akkor elmondtam. Mik jöttek, és hogyan ezekben az üzengetésekben? Hát mondjuk a vissza kéne venni, akkor kevesebb rosszat kellene mondani.
Orbán Viktorról, és én mondtam, hogy nekem nincs semmi külön személyes ügyem, ha valaki rosszat csinál, ha ő nem csinál rosszat, én nem piszkálom. Engem nem az érdekel, hogy Fidesz, vagy DK, vagy egyéb. Tehát ez olyan üzenet, hogy megnézhetem, hogy mi lesz akkor a közösségemmel, nem kapunk támogatást, nagyon hamar kiderült, hogy szúrjuk azt, mert 2010-ben első intézkedések egyike volt, hogy a pályázaton nyert pénzünkből, amit az új kampuszunkra kaptunk, azonnal elvették az 1/3-át, annyi volt még szabad belőle, majd kaptam egy levelet, hogy írjam össze, milyen intézményeink vannak, és írjam oda, hogy kinek ajánlom fel. Egyenes üzenet volt arra, hogy baj lesz, és pillanatok alatt elvették a kiegészítő támogatást. Miért nem állt be a sorba? Nem szoktam beállni egyrészt semmiféle sorba, hanem azt gondolom, hogy az embernek végeznie kell a dolgát, és egy normális társadalomban vannak jogok, jó törvények, amik alapján lehet működni. Nem lett volna egyszerűbb a NER-nek odaadni az ön intézményrendszerét? Nem lett volna egyszerűbb, az lett volna a bonyolultabb dolog, vegyék el, ha nem akarják a tisztességes utat járni. Az én dolgom nem az, hogy addig őrizzek valamit, amíg nem fenyegeti veszély. Tehát nem megengedhető, hogy jön egy fenyegetés, akkor pragmatikusan azt mondjuk, hogy neztek, vigyétek. Az, amiért évtizedek óta dolgoztunk, amik közül több volt olyan, amit már például a főiskola és a rendszerváltás előtt 87-ben alapítottunk. Az én dolgom az, hogy mindvégig, amíg eszköz van, amíg egy nap van még, addig én védjem ezeket az értékeket, és így adjam az utókornak, az utódaimnak azt a gondolatot is, hogy egyszer ők is így mindent feláldozva, már régóta nem veszek fel fizetést, a nyugdíjas feleségem tart el engem, nem erről szól a történet, hanem valamit alkottunk többekkel együtt. Előttem vannak azok a kis arcok, gyerekek, akik az utcáról jöttek, szétesett családokból jöttek, azok a lányok, akik gyerekfejjel szültek az egyik iskolánkban. Van egy ilyen családi napközi, hogy az utcáról bekerült 10 éves lányok, még 8-at sem végzett lányok behozzák a kisbabájukat, ott megszoptatják szünetben, és közben pedig az iskolapadban ülnek, és látom, ahogy kinőnek közülük olyanok, akik leérettségiznek, és látom azokat a fiatalokat, akik enélkül nem kaptak volna diplomát, akiknek álmaik vannak, akik tovább tanulnak, és egy méltóbb világ felé indulnak el, ami Maruzsa államtitkár szerint nem megtérülő befektetés, de ő neki fogalma nincs arról, hogy mi az emberi érték, vagy aki azt a tanácsot adta, hogy ha nincs pénz, akkor szedjek tandíjat. Adott hasznos tanácsokat? Nem, semmiféle hasznos tanácsot nem adott, csak azt hajtogatta mindig, hogy a járulékot be kell fizetni, amit befizetnénk, hogyha nem vették volna el a teljesen alkotmánysértő módon a kiegészítő támogatást. Mindenki tudja, hogy az államtól átvállalt feladatok költségvetésében a 40% a kiegészítő támogatásból jön össze, 10% körülbelül pályázatokból és 50% az alapnormatívából. És ezt elvették, és nem hajlandók erről tárgyalni, se pedig a Magyar Alkotmánybíróság többségében fideszes bírákkal megállapította, hogy alkotmánysértő volt a jogaink elvétele, és 2012. január 1-ével vissza kell állítani az egyházi státuszunkat. Tisztességes megállapot, soha nem kaptunk az egyházra magára külön semmiféle támogatást, nem is igényeltük, nem fogadtuk volna el.
de ahhoz ragaszkodtunk, és ezt ma is mondom, hogy az államtól átvállalt feladatokért, ami ugye áraszt ki kell fizetni. Mi megdolgoztunk ezért, és jó munkát végeztünk. Tehát Maruzsával arról nem lehetett volna semmiféle vitánk, hogy mi 40%-kal olcsóbban csináljuk meg azt a munkát, ami akkor is fillére ki volt számolva, és mi azért vállaltuk ezeket az ügyeket. Nem a közoktatásban akartunk részt vállalni, hanem a vidéki szegény gyerekek oktatásában. Tehát itt nem arról van szó, hogy bárki tudna nekünk fizetni, hanem arról, hogy mi fizettünk, most nem azért, hogy jöjjön a gyerek iskolába, de esetleg azért is, mert lehet, hogy biztosítani kell a beutazását, hogy meg kell venni a tornacipőjét, hogy a család a gyerek révén a gondjaival hozzánk jön, családok százai vagy ezrei vannak, akiknek időről időre vagy élelmiszer csomaggal, vagy ruhával, vagy temetés költségeinek átvállalásával, vagy télen tűzifával segítettünk annak érdekében, hogy valahogy létezni tudjanak, mert leíratatlan nyomorúságban vannak a végeken. Na most tőlük tandíjat szedni, miközben nem adják ide azt a pénzt, ami egyébként járna, és azért veszik el az egyházi státuszt, hogy az van kapcsolva ez a kiegészítő támogatás, hogy ezt ne kelljen fizetni, és közben azt látja az ember, hogy luxus jachton hajókáznak, hogy közpénzből fölvásárolják az országot, bel és külföldön szórják a pénzt, és közben erre nem jut, és én nekem mondjuk be kéne állni a sorba és hallgatni erről, vagy menni Győzike és Kisgrófó között vive egy molinót a CÖF fölvonulásán, és akkor békén adnának, vagy odagurítanának pár milliót. Most nem csak arról van szó, hogy a gyomrom kifordul a gondolattól is, hogy én ilyesmibe részt vegyek, de hát hogy számolnék el az örökkévaló előtt azzal, hogy ebben a korban éltem, és egy szavam nem volt arról, ami itt történik, hogy mi lesz Magyarország jövőjével, hogy milyen a jelenlegi megítélése a környező világban, vagy egyáltalán a világban, hogy a botrányok botrányai, amik hozzánk kötődnek, és szégyeli az ember olykor, hogy ő is magyarnak számít. Nem akarok neveket mondani, hogy kiktől jött üzenet, de fontos személyektől, akik hát olyan olyasmiket üzengettek, hogy mik azok az előfeltételek, amik alapján esetleg hajlandóak lennének tárgyalni. Akiknek mindig azt üzentem vissza a közvetítőkkel, hogy nincs miről így. Mik voltak ezek a feltételek? Hát egyrészt, hogy el kéne intézményeket engedni. Most is ez történik, hogy miután olyan intézményeket, amelyek senkinek nem kellettek, kiürültek. Ilyen például az a Bajkéri intézményünk is, ahol most nem tudom én, 400 gyerek van, csak mondtam egy számot, mert pontos számot nem tudok, ahol többféle szakmát oktatunk, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek sokasága van, akikből embert faragunk, akik aztán leérettségiznek, szakmát szereznek, rengeteget kínlódnak velük a kollégák, egy nagyon jó hely lett. Mikor átvettük, akkor 50 gyerek se volt benne. Gábor, ezeket az intézményeket már akkor kérték, hogy esetleg el kellene engedniük, amikor ezeket már rendbe hozták? Persze. Hát ugyanúgy jártunk itt is ezen a területen. Ez egy szeméttelep volt, ami nem kellett senkinek. Egy éven át csak hordtuk le róla a szemetet, a törmeléket. Több mint 300 fát elültettem, parkosítottam, ebben megállapodtunk, és akkor megindult egy mozgalom azért, hogy vegyék el tőlünk. Csalódott Orbán Viktorban? Nem vagyok egy csalódós típus. Szóval a szomorú vagyok inkább, vagy, hogy mondjam, egy kicsit gyászolom azt a fiatal embert, aki elég hamar kiütköztek azok a tünetek, amelyek mára egy
gyógyíthatatlannak tűnő dologgá lettek. Egyrészt ez a mérhetetlen dőf és önhitség, aztán hogy azt hiszi, hogy a politika arról szól, hogy minden megengedhető. Nem erről szól a politika, hanem a politika arról szól, hogy minden válságos pillanatban találunk kiutat a jó megoldás felé, és nem arról szól, hogy bárkit átejthetünk, és nem kell tartanunk a szavunkat, nem kell ragaszkodnunk a szövetségi rendszerünkhöz, hanem mert azt meg árulásnak nevezik, és ezt nem mi döntjük el, hogy amit csinálunk, az mi, hanem a közvélemény, meg vannak általános elvek, amik alapján valami ennek vagy annak minősül. Sajnálom, ez egy nagyon tehetséges ember, egy nagyszerű feleséggel az oldalán, aki én szerintem hát az asszonyok sorsa, amikor a sodródás, de egy nagyszerű ember is, hát szép családja van, és hát nem szabad ennyire telhetetlennek lenni semmiben. Nagyon jót tenne a Magyarországon is az lenne, hogy nem lehet két ciklusnál többet miniszterelnök valaki. Tovább megyek, hogy az, hogy minden féket, ellensúlyt kilőttek, ennek a vége csak tragédia lehet, amiben a felelősséget majd nem akarja ő se vállal. Miért sajnálja a feleséget, Lévai Anikót? Emberként, lelkipásztorként is, vagy amennyire őt ismerem, az a benyomásom, hogy ő sodródik, és hogy benne van egy olyan helyzetben, amiből nincs kiút a számára. És ilyenkor az ember kénytelen alkalmazkodni. Mikor beszéltek utoljára Orbán Viktorra? Ön próbálta keresni? Nem, ez nem is működik így szerintem, hogy most elkezdjek kilincselni és üzengetni, hogy valaki szóljon már neki, hogy beszélnék vele. Lehetett volna ezt jobban csinálni? Biztos lehetett volna, erre gyorsan válaszolok, mert nem vagyok önmagamtól elragadtatva. Csak nem tudom pontosan, hogy lehetett volna jobban csinálni. Hát, hogy javított volna a dolgon az, hogy diplomatikusabban vagyok tartózkodó, hogy ha megszólalok, akkor vigyázok rá, hogy nehogy ironikus legyen. De hát valahogy érzékeltetni kell azt is, hogy emberek vannak ott a hatalomban, és nem félistenek, akiktől hát remegni kell az embernek, és hogyha ha valami nem tetszik nekik, és ezért bántanak, akkor azt törvénytelenül teszik. Nem tudom megmondani, az előbb még kérdezte, hogy most hogy áll a dolog, de a NAV szerint mi 1,5 milliárddal tartozunk, hát már nem annyival, mert mindig mindent leránt rólunk, de a magyar állam meg mondjuk 15 milliárddal tartozik nekünk. Most erre sem én azt mondja, hogy nem tartoznak semmivel, tehát ez Szófia, egy üres beszéd, mert ugyanezt mondták, amikor Strasbourgba mentünk, csak az a helyzet, hogy azóta akkor lehet Strasbourgba menni, ha minden magyar lehetőséget kimerítettünk, és túl vagyunk első, másod, harmadfokon, alkotmánybíróságon, és utána mehetünk Strasbourgba. Újra kezdik megint? Hát kénytelenek vagyunk, leszünk, ha még leszünk valameddig, de akkor is, ha eltaposnak bennünket, akkor is utólag is kénytelenek leszünk mindent megmozgatni, hiszen nem akarunk senkinek adósai maradni. Még egyébként a magyar államnak se, akkor sem, ha látjuk, hogy herdálják azt a pénzt. Tehát nem az fáj, hogy ők nem tudnak iskolákat fenntartani, és ezért ki kell csavarni a pénzt a kezünkből, hanem mondjuk Mészáros Lőrinc jachtjának egy tankolása 81 millió forint, egy nap a kikötőben 27 millió forint, ha igaz, nem értek ez a dologhoz, tehát egy heti hajókázás az nekünk mondjuk egy
egy fél éves költségvetésünk, és valamiből ezt is teljesíteni kell, hogy ők hogyan adóznak, hogy ők mit fizetnek be, azt meg kellene nézni a navosoknak, amikor lerohantak egy évvel ezelőtt bennünket, javasoltam, hogy menjenek inkább Felcsútra és a környékére, vagy a kormányban tekintsenek szét, hogy az oligarchák mit csinálnak és hogyan adóznak. Az történik, amit Orbán Viktor szeretne ebben az országban? Kizárólag az történik, mert senkinek nincs külön mozgástere, és nem igaz, hogy ő nem tudja, hogy mi történik. Az is hiba lenne, ha nem tudná, és nem olyan valaki, aki nem akarja tudni, és nem olyan valaki, aki megengedi, hogy más döntsön ő helyette.